We made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said that I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Just look at us holding on. We're still together, still going strong. Back. She said, shut up, baby.
csak annyit mondanék, hogy a nyári bulik, és amikor a kópos kólás üvegen aludt egy jó nagyot. Az a baj, hogy én egyetlen egy fontos momentumra emlékszem, hogy a megszületését megelőző harmadik napon még úgy tudtuk, hogy kislány lesz. Hát azt kívánom, hogy minden nap legyen nehezebb, mint amilyen eddig volt. Dolgozzon sokat, mozogjon a konyhába, legyen jó székelykáposztája, amit hírezte, hogy olyan. És a zakósebet, azt nézzük már meg mindig. És egy vicces sztori. Petrával? Igen. Hát Petrával az egyetemen találkoztunk, és senki nem ismerte a humorunkat, csak mi ketten. Üzenném a Petrának, hogy tupti-túti jó. Petrát nagyon várta a család. Sokáig nem volt kisbaba, és amikor ő megszületett, akkor mindenki ő érte rajongott. Olyannyira, hogy ő képes volt arra, hogy egyszerre 8 embert irányított. Most is ilyen különben. Most is imádjuk, most is egy, és most is irányít. És mindenre volt figyelme, úgyhogy ugye, gyere kiskutyám, gyere, és mindenkihez tudott szólni. Még beszélni se tudott, de már elkezdte, hogy énekeljél. Úgyhogy nekünk nagyon sok szép emlékünk van. És most, hogy az esküvőre készülöttünk, nézegettük a képeket, és borzasztó jó érzés volt ezt végignézni, mert ő olyan sok szeretetet adott nekünk, és figyelmet az egész családnak, hogy ez nagyon jó érzés volt. De a Gergő se felejtsük el, mert egy nekem kollégám is, de egy nagyon jó lelkű, nagyon jó srác. Hát, ma azt mondom neki, hogyha megnézi ezt a film felvételt, hogy hát a Petra az úgy fogja óránál fogja vezetni, hogy akarja, na. De ő szívesen megy utána. Na, ennyi. Mert szereti és imádja. Mert szereti és imádja, és viszont egymást ez nagyon sokat jelent. Jó volt látni őket, mert annyira jó volt. Na, nem meg is könnyeztem őket. Igen. Jó volt. Na, ez maradjon meg örökre. Estét kívánok. Jó estét kívánok. Szeretnék egy-két kérdést feltenni, hogyha nem gond. Csak röviden. Röviden, mert nem érek. Jól érzi magát? Igen, jól. Rendben. Üzenne valamit az ifjút a párnak? Pucítatom őket. És esetleg egy szép emlék, vagy egy vicces emlék róluk, vagy a Petráról, ami úgy most így hirtelen eszébe jut? Lesz. Sokan rögök, amikor a Petra leszidja a Gergőt, ok nélkül. Ezen én is szoktam nevetni. Felteltek pár kérdés, nagyon gyors leszek. Egyrészt jól érzed-e magad? Nagyon. És üzennél-e valamit az ifjú párnak? Azt üzenem nekik, ott lakok a szomszédban, vigyázok a tehercsiára. Na hát ez nagyon szuper. És esetleg hát akkor még így emlék, vagy bármi vicces, kedves emlék, ami róluk eszedbe jut, van ilyen? Legközelebb nagyon berúgok. Nos, hát akkor a végére én jövök. Hát babáim, én nagyon jól éreztem magam, és hát még azért nincs vége a bulinak, de eddig is nagyon jól éreztem magam, és én örülök, hogy itt lehettem, hogy segíthettem nektek minden egyes pillanatot még szebbé és még könnyebbé tenni az esküvőtökön. Hát sok boldogságot kívánok, bár ezt már mindenki megtette, de én tényleg minden jót, és csak többet, és többet, és többet, sok gyereket, bár tudom, hogy a Gergő szerintem többet szeretne, mint te, Petra. Hát emlék pedig sok van, vannak szépek is, vannak viccesek is, a sok házi buli a Viviéknél, a suliban még, amikor együtt jártunk. Szia, Geri! Szia! Ott is gyűjtöttük az emlékeket, úgyhogy te tudod az összeset, úgyhogy ez a lényeg. Köszönöm.